szerencsés helyzetben vagyok, hogy 2022-ben az Európai Kézilabda Szövetség engem kért fel, hogy lévén hazai Európa Bajnokság alakítsak egy olyan elemző csoportot. 2022-ben az MKS teljesen új alapokra helyezte az elemzési stratégiáját. Marcinka Zoltán három társával a legutóbbi 4 Európa-bajnokság mérkőzéseit vizsgálta, lebontva a szakmai szempontokat külön a támadásra és a védekezésre. Marcinka Zoltán prezentációja kitért arra is, hogy a legújabb taktikai lépéseket az edzés munkában miként tudják beépíteni a helyi szakemberek. Egyesület szakmai igazgatója fölhívott, és úgy gondolta, hogy ilyen fél évenként, negyed évenként szeretne szakmai továbbképzést tartani helyi edzőknek, illetőleg a térség edzőjének. És hát mivel az Európa-bajnokság a nyakunkon van, gyakorlatilag az aktualitást az adta, hogy az elmúlt Európa-bajnokságoknak a szakmai elemző csoportjában részt vettem, és talán így egy ilyen előadás sorozat indításaként az előző 2 Európa-bajnokság, nő és férfi Európa-bajnokság szakmai elemzése egy jó kiinduló pont lehet. Akkor most, ha jól figyeltem, ez 4 torna, ami azért nem kis anyag. Ezt hogyan lehet egyrészt összesűríteni, másrészt, hogyha kicsit szakmázunk, mik azok a legfőbb pontok, amik ön szerint most hasznosak lehetnek, akár a kanizsai edzőknek is, abban az előadásban, amit most mindjárt majd hallani fognak. 2 Európa-bajnokságra kellett leszűkíteni, valóban jó a feltevés, azért 4 Európa-bajnokság arra alkalmas, hogy tendenciákat meg lehet állapítani, viszont egy 2 órás előadás sorozatban ez nem nagyon fér bele. Úgyhogy a 2 elmúlt Európa-bajnokság, tehát a legutóbbi férfi és női Európa-bajnokság szakmai elemzése lesz, ráadásul együtt, külön választva támadás, illetőleg védekezés, egy kis szünettel talán, amiben inkább azt szeretném megmutatni, hogy egyrészt milyen tendenciákat, trendeket, irányvonalakat találtunk. Másrészt egy új szemlélet talán indításaképpen, ehhez kapcsolódó edzésgyakorlatok, amiben úgy gondolom, hogy a helyi edzők talán még többet is tudnak profitálni. És mik azok az új szemléletek, hogyha belemeltünk, amik most akár kuriózumként hathatnak a hallgatóságra? Hát az előadás anyagát nem szeretném most röviden elmondani, hiszen az nagyon nehéz dolog lenne, de kiemelve egy-két momentumot azért mindenképpen a csapatoknak a védekezési stratégiája, védekezési taktikája az mindenképpen egy állandó elemzési szempont kell, hogy legyen. Utóbbi években azt láttuk, hogy az egyéni védő tevékenység az nagyon-nagyon markánsan megjelenik, és a védőpárok a védekezés tengelyében nagyon fontos szerepet töltenek be. Ezt úgy a férfi, mint a női válogatottaknál is láttuk. Talán tendenciaként az emberen és ember hátrányos játékok azok egyre színesebbek lesznek, hiszen egyre több akár az üres kapus játék, akár a kapus lehozat állva történő támadás. Ezekben szeretnék majd konkrét tendenciákat megmutatni, illetőleg esetleg edzésgyakorlatokkal ezt segíteni a felkészülést. Itt említette az üres kapus játékot, erre egy kicsit kitérve, ugye lehetett olyan feltevéseket olvasni, hogy nem biztos, hogy sokáig maradhat a kézilabdában, aztán azóta mégiscsak elég régóta megvan. Hogy látja ezt? Mindannyian egy kicsit talán fenntartással kezeltük ezt az egészet. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit tovább serkentett a kézilabdázást, az edzőknek is egy kicsit jobban, átgondoltabban kell felkészíteni a csapatokat, vagy az ez elleni játékra, vagy ennek a lehetőségnek a kihasználására. Úgyhogy én mindenképpen azt gondolom, hogy gazdagodott vele a sportág. Azt a célt mindenképpen továbbra is a kézilabda jól tudja prezentálni ezzel a szabálymódosítással, hogy nő a támadási szám, nő a gólok száma, nő az élvezhetőség a kézilabdázásban. Én úgy gondolom, hogy ez a tendencia maradni fog egy darabig. Esetleg, amikor majd ennek is lesz egy ilyen plató hatása, akkor majd kell gondolkodni azon, hogy esetleg, hogy tudjuk a játékot továbbra is attraktívá tenni. A szakmai előadások az új kanizsai utánpótlás koncepció részei, amit Marcinka Csaba és Farkas Tibor állított össze. Tulajdonképpen elkezdtünk egy új koncepciót itt az egyesületnél. Ugye eltelt bizonyos idő, amiben azt láttuk, hogy az utánpótlásunknál egyrészt az edzői garnitúránál is változtatnunk kell. Új szemlélet alakul ki, tehát most van egy új utánpótlás vezetőnk, ez a Marcinka Csaba, akivel mégis egy koncepciót állítottunk össze a következő időszakra, és ebbe férnek bele azok a dolgok, mint volt egy csurgói beszámoló. A másik pedig most, hogy jött a Marcinka Zoli, aztán a későbbiekben pedig lesz majd
érkezni fog a Danyi Gábor is, és úgy gondoljuk, hogy ez feltétlenül fontos az edzőnknek. Tehát érezzék azt, hogy országosan is a kézilabdában nagyon nagy minőségi változások vannak, és ezt szeretnénk, hogyha az utánpótlásnál megtanulnák a miénk is. Ezért is kezdtük ezt, és kezdeményezzük ezeket a meetingeket. Ebben adódóan ugye nem csak a saját edzőinket, így most csurgulós is itt vannak egyébként, meg azok az emberek, akik meghívtuk a régi játékosokat, régi kézilabda szövetséghez tartozó embereket, akik ugyanúgy érdeklik például egy ilyen előadás, mint a Marci Kazolé. És kicsit az utánpótlásra még kitérve, az szerencsére Csabával van jó kapcsolat, mert én is tudom, hogy jól áll az egyesület, ha a számokat nézzük és a fiatalokat nézzük, de mi a helyzet az edző kérdésével? Van-e érdeklődés a mondjuk régi játékosok, vagy nem olyan régi játékosoknál az iránt, hogy edzővé váljanak és itt dolgozzanak helyben, vagy nehéz megtalálni a megfelelő szakembereket? Hát úgy gondoljuk, hogy nagy változás nincsen, sajnos inkább negatív volt. Azt hiszem, hogy ezt mindenki tudja, de úgy gondoljuk, hogy ha az iskolákba kerülnének olyan szakedzők, akkor a mi helyzetünk is könnyebb lesz. Ugye van elképzelés a tankerület, az egyesület, a város között egy úgynevezett egy sportosztály indításába, vagy valamint a kézilabda szövetség is ezt támogatja. Bízunk abban, hogy oda is majd kerülnek ilyen fiatal kézilabda edzők. Kapcsolatban vagyunk jelen pillanatban ugye két ilyen iskolával, aki a Kézilabda az iskolában című rendezvényen szerepel, ez a Péterfi és a Letenyei általános iskola. Ott viszont van két olyan edző, aki rég múlt, tehát régből jött vissza, szerencsére segít ebbe a rendszerbe, hogy továbbra is a fiatalokat meg tudjuk tartani. Vannak nagyon jó fiatal edzőnk, úgy gondolom, de ezek a nagyon pozitív dolgok, amit itt most fogunk kapni, úgy gondolom, hogy nekik is kellenek. Játékos edzők vannak, azt hiszem, hogy azt mindenki tudja, hogy a felnőtt csapatban játékos edzőink vannak, de azért maga az elméleti rész az viszont nagyon fontos, és ezért szeretnénk ezeket folytatni, ezeket a úgynevezett meetingeket. Beszélgetésünk során a közelgő női kontinens torna kapcsán is némi esélylatolgatásra kértük Marcinka Zoltánt, aki pozitívan látja Golovin Vlagyimir csapatának esélyeit. Női válogatottról van szó, gondolom. Női válogatottnak a fejlődése azért egyértelműen nyomon követhető. Tehát én úgy gondolom, hogy a csoportban mindenképpen favoritok vagyunk, a középdöntős águnk viszonylag jó, tehát a válogatottunktól elvárható, hogy ebből is tovább jusson. Én úgy gondolom, hogy azt a kisebb előrelépést, amit az elmúlt 2-3 világversenyen már tartósan hozni tudott a válogatott, azt fogjuk tudni tartani. Én úgy gondolom, hogy a világ erővonalait is figyelembe véve, ahol ott vagyunk a 4.-6. hely környékén. A nagy áttörés természetesen a legjobb 4 közé történő bekerülés lenne. Ez azért egy kicsit nagyobb lépés, mint a másik kettő, de úgy gondolom, ha befutunk így a közvetlen élmezőny, vagy közvetlen élmezőnyt követő csapatok közé, akkor jó teljesít a válogatottunk. A következő előadást jövő év elején tartják. Akkor Danyi Gábor mesteredző, a női válogatott korábbi szövetségi kapitánya érkezik a Tungsram csarnokba.